A közszférában már régóta jelen van, hiszen 8 évig volt a paksi városvezetés tagja, 2006 és 2010 között pedig a Tolna megyei önkormányzat képviselőjeként is tevékenykedett, mondja Bordács József, FAD új polgármestere, aki a szeptember 11-én megrendezett időközi polgármester választáson nyerte el a legtöbb szavazatot. Én igazán a településre 1990-ben kerültem, akkor kezdtem megismerkedni FAD-dal. Egyébként tolnai származású vagyok, és a feleségem viszont törzsgyökeres faddi lány, és 1990-ben ismerkedtünk meg, és aztán ebből az ismeretből szerelem lett, utána pedig házasság, és életünk első szakaszát itt éltünk Faddon. 1995-től 2001-ig éltünk itt a feleségem szüleinél, és azután 2001-ben elköltöztünk Paksra, akkor ott építettünk, és akkor 2018-ban jöttünk vissza újra a településre, sikerült megvennünk a Dunapart közelében egy nagyon szép családi házat, és azt felújítottuk, rendbe raktuk, és akkor 2018 óta újra a családommal együtt itt élünk már Faddon. Hát képviselő, illetve önkormányzati múlttal rendelkezem már, Pakson két cikluson keresztül voltam a képviselőtestület tagja, illetve 4 éven keresztül voltam a megyei önkormányzat képviselője, úgyhogy volt meg van azért ilyen jellegű tapasztalatom, több bizottság munkáját vezettem, és képviselői múltam tapasztalatom így már van. Polgármesteri még nincs természetesen, tehát a polgármesteri munka azért az egy merőben másabb jellegű feladat, mint a képviselői, úgyhogy polgármesteri munkát azt még nekem is tanulnom kell nyilván, és hát nagyon sok tapasztalatot kell szereznem. Ebben nagy segítségére van a település egykori vezetője, Fülöp János, akivel éppen most is egy előzetes egyeztetést tartottunk. Hát szerintem sok ilyen lesz még a közeljövőben, hiszen 17 évig ő volt ennek a településnek a polgármestere. Nagyon sok olyan futó projekt van, futó pályázat, amit még ő készített elő, vagy már elindult, vagy ezután fog elindulni, vagy még hiánypótlás van, tehát nagyon sok dolog van, ami nyilván ugye menet közben vagyunk, hogy úgy mondjam, és hát nyilván ebben is kell az ő segítsége, illetve hát a tapasztalatára, 17 év alatt megszerzett polgármesteri tudására is hagyatkozni fogok. És természetesen hagyatkozni fogok a képviselőtestületre is, hiszen ez a képviselőtestület 2019-ben állt fel Faddon, ugye. Bízom benne, itt a kampány során legalábbis az derült ki számomra, hogy a képviselőtestület többségének a támogatását élvezem. Én bízom benne, hogy ez a támogatás kitart a ciklus végéig, és akkor egy jó, jó és eredményes munkát tudunk a következő szűk két évbe, inkább bő másfél évbe úgy mondom végigvinni, hiszen 24-be újra önkormányzati választás lesz, ugye. Bár számos terve van, többek között egy strandot is kialakítanának a településen, de elsősorban a már folyamatban lévő projekteket szeretnék megvalósítani. Több ilyen projektünk is van, a Sertéstelepi útnak a bővítése, felújítása, vagy kint még folyamatban van a temetőben is egy urnatemető kialakítási projekt, ami nem fejeződött be. Aztán belterületi csapadékvízelvezetési projektünk van folyamatban, aminek éppen most szeretnénk megkötni a második ütemre a szerződést. Ezen kívül van egy helyi piac pályázatunk, ami úgy néz ki, hogy évbe ér, és azt is szeretnénk megvalósítani. Úgyhogy ezek mindenképpen, és hát van előkészítés alatt van egy strand pályázatunk, hiszen településnek sajnos nincsen saját strandja. Ez már régóta igény a lakosság részéről, hogy ne csak Domboriban legyenek ugye kulturált strandok, büfével, öltözővel, stb. Zuhanyzási lehetősége van Faddon is. Bízom benne, hogy ezt is el tudjuk indítani. Itt még van egy kis előttünk egy-két megbeszélés, tárgyalás, hiszen még a helye a strandnak az még kétséges lehet, de bízom benne, hogy hamarosan dűlőre jutunk, és akkor el tudjuk indítani azt a pályázatot is. Úgyhogy ezek a fők, amit kiemelnék. Faddon is nagy gondot okoz az energiaárak jelentős növekedése, így szigorú takarékossági intézkedéseket fognak bevezetni az önkormányzathoz tartozó intézményeknél. Ez elsősorban a gázra, de az áramra is igaz, természetesen, de a gáz az úgy látom, hogy az brutális terhet fog róni. Úgyhogy hát biztos, hogy kell elég komoly nadrágszíj megszorító intézkedéseket is behozzunk az intézményeinknél, és hát természetesen továbbra is figyeljük a pályázati lehetőségeket, és nyilván ebbe az irányba is szeretnénk elmozdulni, az energiai hatékonyság, illetve a megtakarítás irányába, hogy tudunk olyan új
megújuló energiával felszerelni ezeket az intézményeket, hogy ne legyen ennél horribilis gáz és elektromos számla. De hát én azt gondolom, ez most minden önkormányzatnál kihívás lesz. Illetve hát természetesen azokat a területfejlesztési pályázati lehetőségeket is figyeljük, amik esetleg a településünk tud pályázni, és ezeket folyamatosan próbáljuk természetesen minél nagyobb sikerrel végigvinni. FAD vezetője emellett fontosnak tartja a helyi közösségekkel, civil szervezetekkel való kapcsolatfelvételt. Végig fogom járni a civil szervezeteket a következő hetekben, mindenkivel szeretnék megismerkedni, természetesen az önkormányzati intézményeinket is. A polgármesteri hivatal dolgozóit is meg kell ismerjem, ugye, tehát azért ez a munka is, illetve ez a személyes jellegű megismerkedés is közbe zajlik. Úgyhogy hát feladat is van bőven, meg hát előttem is van nyilván sok feladat. Én bízom benne, hogy azért lépésről lépésre majd tudunk előre haladni.